A társadalom, amióta a világ, ugye minden mássággal élő ember kivet magából. És nem kell ehhez igazából fogyatékosnak lenni, elég, hogyha én fél füllel, rózsaszín hajjal és egy teljesen extravagáns ruhával jelenek meg a mindennapokban. Az alapítvány 2013-ban indította ezt a programját, akkor állt össze úgy a képzési anyag és az ötlet is, hogy ezzel érdemes volt foglalkozni. Az alapítvány alapítója, Szvacsekné Angitta karolta föl akkor ezt a programot, és vitte nagyon-nagyon sokáig éveken keresztül, és adta át a stafétabotot e programban is. Azt érdemes ebből kiemelni szerintem, hogy ez a program az elejétől fogva egy olyan érzékenyítő program volt, amit nagyon-nagyon szívesen vettek több helyen is Pécsen kávézók. Volt egy bizonyos időszak még a Covid előtt, amikor ezért a programért még azt is mondhatnám, hogy majdnem, hogy versengett pár kávézó, csak nem volt annyi ember, hogy ki tudjunk menni annyi helyszínre. És nagyon jó lett volna eljutni arra a pontra is, hogy a fiatalok ne önkéntes munkában végezzék ezt a tevékenységet, hanem akár egy-egy kávézónál időszakosan, akár tényleges munkát is végezzenek, és azért a munkáért értéket, egy közvetítő eszközt is kapjanak, legyen akár az egy pénz, vagy egy borra való. De el kell mondanom, hogy jó pár pécsi kávézó volt, amelyik nyitottan, nagyon együttműködően önként fogadta ezt a programot, és volt olyan kávézó, ahol rendszeresen két hetente vagy havonta egy alkalommal Ability Café napok címén volt kávéfelszolgálás, szinte egész délelőtt. Sajnos ezeknek a folyamatoknak így a vendéglátással, a vendéglátásban a Covid-dal együtt kicsit zárult, és hát jelenleg ebbe a helyzetbe nem igazán tudunk visszatérni, mert a vendéglátóipar most nem azt a korszakát éli, de hát minden időleges, tehát ez változni fog, ebbe biztosak vagyunk. Most egy kicsit mi is befele fordultunk, újra gondoljuk a programot, újra gondoljuk azt, hogy pontosan mire is kéne a fiatalokat tanítani, próbálunk minél több fiatalt oktatni, reményeink szerint, hogyha nem lesz ennyire a legtöbb alapszolgáltató, vagy akik értelmisérült fiatalokkal foglalkoznak, nem lesznek ennyire zártak, vagy félelem nem lesz ennyire jelen a vírustól, akkor kifele is tudunk nyitni, és a városból más intézményektől bevonni fiatalokat, akik ugyanezt a képzési programot végig tudják csinálni, és esetleg ők is el tudnak menni általunk koordináltan kávézókba. A nyitottság érzékelhetően megvan, megvolt, és azt gondolom, hogy meg is lesz. A Fogd a Kezem Alapítványnak az Ability Café programja lassan 10 éves. Igazából abból nőtte ki magát, hogy van egy olyan műhelyünk, ami háztartás fejlesztéssel, háztartás vezetéssel foglalkozik, és hát azt figyeltük meg, hogy a fiatalok egy részének szüksége van arra, hogy olyan önálló feladatokat kapjon, amik akár egy kicsit meghaladják néha a képességüket, és itt hát, vagy hát van hova fejlődni belőle. És itt az alapítvány telephelyén kezdtük el őket arra kérni, hogy akinek van kedve, az szolgálja föl a kávét mondjuk kollégáknak, szolgálja föl a kávét műhelyeknek, persze nyilván aki kávészhat csak annak. És ebből elkezdte kinőni magát egy ötlet, hogy ennek bizony látták az akkori kollégák a fejlesztő hatásait, és odáig kanyarodtak, hogy milyen jó lenne ezt megpróbálni olyan fiataloknál, akiknél ez lehetséges, kivinni őket kávézókba, próbálják ki ott önmagukat, fejlődjenek ott tovább, mert lehet, hogy az alapítvány által nyújtott keretek már meghaladták ők ezeket, és hogy további lehetőségek nyílnak a számukra. Főleg itt az önfejlesztésről van szó, és a fejlődésről, a félelmek leküzdéséről, arról, hogy ő érték, hogy ő tud munkát végezni, hogy ő úgymond az épek társadalmába is legalább bizonyos fokig lássa, hogy meg tudja állni a helyét, mert hogy meg tudja. És hát ezért eljutott odáig, hogy ebből indult ki az Ability Café program, ami annak idején egyfajta közösségi gyűjtéssel kapta meg az induló tőkét. Kidolgozott egy módszertan, kidolgozott egy oktatási anyag, amit akkor tehát 6-7 fiatal csinált végig itt az alapítványnál. És ők elkezdtek itt a városban, különböző kávézókban nem is egyben felszolgálni és kipróbálni önmagukat. Annyira jól fejlődtek, hogy azóta ebből a 6 emberből 2 nyílt munkaerőpiacon helyezkedett el, nem vendéglátásba,
de a képességeik úgy megerősödtek, hogy képesek nyílt munkaerőpiacon értelmi folyatékkal élőként munkát végezni, és megállni a helyüket egy kollegális közösségbe. Ez volt egy fordulópontja szerintem az Ability Café-nak, mert voltak álmok, ma is vannak a szervezetben álmok arra nézve, hogy milyen jó lenne egy kávézót üzemeltetni, de ki kellett mondanunk azt, hogy az Ability Café a számunkra most egy érzékenyítő program, ami akár egy munkaerőpiaci programmá is fejlődhet. Ez az érzékenyítő program megéri azt, hogy ahogy most is ebből a pályázatból is bele investáljunk tudást, és a több fiatal kapja meg ezt az alapképzést, és próbálják ki magukat, mutassák meg a szüleiknek, a barátaiknak, és akár később majd másoknak is, hogy képesek mondjuk egy kávézóba felszolgálni egy kávét úgy, ahogy bárki más. És igazából a mostani program is azt szolgálja, hogy ezt a képzést, amit mi belül és magunk számára szervezünk, kiválasztjuk és kiválasztódjanak azok a fiatalok, akik ebbe az irányba szívesen fejlődnek és szívesen mennek ki majd kávézóba. Most is zajlik egy ilyen folyamat. Nagyon reméljük, és a szervezet számára továbbra is benne maradt az álmok között, hogy ez a program egyszer elérkezik oda, hogy akár egy fizikálisan megfogható vendéglátóhelyen történjen ugyanez. Az alapítvány jelenlegi keretei ezt nem engedik meg. Pécs egy kisebb város, hiába megye székhely, itt nem tudnánk egy olyan kávézót működtetni, amit akár egy fővárosban ez lehetséges. Mi nem tudunk itt beleinvestálni ilyenbe, és úgy érezzük egyébként, mondom ezt talán mindenki nevében, hogy a fiataloknak is kell még fejlődni. Az lenne jó, hogyha mire elérkeznénk akár ebbe a kapuba, hogy képesek vagyunk arra, hogy megnyissunk egy ilyen kávézót, lehetséges, hogy csak azok a fiatalok szolgálnák föl a kávét nyitvatartási időbe, akik egy kicsit biztonságosabb keretben megkapták ezt a fajta oktatást és azt a biztonságot, hogy ezt így ismerős keretek között gyakorolták be és próbálták ki. Fiataljaink megkérdezik, hogy miben tudok segíteni, vagy köszönnek, vagy mosolyognak, vagy felveszik a rendelést, nagyon sok vendég észre se veszik. És én szerintem ez a jó. Többször megkérdezik, hogy észrevették-e, hogy sérült ember. Nem, mert megkapta a kávéját. A 90-es évek elején már Nyugat-Európában több helyen megnyíltak kávéházak, vagy Belgiumban az Európai Unió székházának közelségében egy kis szállodát nyitottak meg értelmi sérült fiatalok, és működtetik a mai napon. Ausztriában több helyen találkoztunk, Szlovákiában, Pozsonyban van hasonló kezdeményezés. Nálunk is vannak kezdeményezések. Nagyon szép, hogy a sérült fiatalokat is így észreveszik, és hogy a társadalmat érzékenyítik így erre, hogy ők is tudnak valamit, ők is képesek ellátni a feladatot. Tudni kell minden réteggel megtalálni a hangot, és illedelmesnek kell lenni, udvariasnak, nem szabad türelmetlennek lenni, nem szabad dühösnek lenni, mert mi vagyunk az ügyfelekért, vagy hát a vendégekért, és mindig a vendégnek van igaza. Öt lépcsőfokos menet van. Az első, hogy köszöntöm a vendéget, vagyis fogadom és köszöntöm a vendéget. Mondjuk megkérdezi a vendég, hogy hova ülhet, akkor megmondom, hogy hányas asztalhoz ülhet. Akkor odaadom a ital, meg a étellapot,
ez ilyen ne szokott. És akkor addig bemegyek a konyhába, vagy addig átmegyek a másik asztalhoz. Így esetben. Aztán a második lépés, hogy a rendelés felvétel, tehát a vendég vagy jelez, vagy épp, hogy szemkutatust vesz, és akkor fölveszem a rendelést. Akkor utána leadom a konyhán, akkor elkészítjük, amit kért, oké, kiviszem. Igen, egy fontos dolog, mindig bal oldalról közelítjük meg a vendéget. És szolgáljuk ki. Ez nagyon fontos. És akkor kiszolgálom, utána visszamegyek a konyhába, majd jelez a vendég, hogy végzett, akkor azért rákérdezek, hogy még esetleg kér még valami mást, hanem akkor mondja, hogy fizetni szeretne, akkor ezt jelzem a konyha felé, és akkor a súsztalmás kimegy, és akkor rendezi a számát. Azt gondolom, hogy a program kezdeteitől kezdve a szervezet számára bekerült az álmok közé az, hogy nyishasson egy saját kávézót, de igazából ez még a program előtti időszakokról is van, hogy egy olyan vendéglátással foglalkozó hely, mint álom a szervezet számára megvan, ahol értelmi sérült emberek szolgálnak föl, vagy végzik a munkák nagy részét. Ez ma már nem akkora álom, hiszen jó pár szervezet meg tudta ezt csinálni Magyarországon. Mi nekünk a kávézó egy nagy álom lenne, de jelenleg ez nem egy reális álom ez. Viszont a közeljövőben azt gondolom, hogy a programot mi mindenképpen folytatni fogjuk, szeretnénk más intézmények fiataljai számára is lehetőséget adni, szeretnénk újra visszatérni akár még több kávézóba rendszeresen, és megmondom őszintén, ez belekerült most így a hosszú időszak alatt, amíg ez a pályázat folyt, mert sajnos megnyúlt ez az időszak ahhoz képest, mint amit terveztünk. Sokszor újra gondoltuk ezt a programot, és kikristályosodott a számunkra, hogy ez most egy érzékenyítő program, de nagyon jó lenne ebből egy képzési vagy egy munkaerőpiaci programot csinálni. Ez azt gondolom, hogy a közeljövőben reális, és talán ez a célkitűzés visz majd minket el arra a nem túl távoli jövőbe, hogy egy saját önálló helyet tudnánk egy megyeszékhelyen üzemeltetni, elsősorban az értelmi sérült fiatalok foglalkoztatása számára, és ez ennek lenne üzenetértéke, azt gondolom.